Önök az Ismerjük meg egymást televízió Határok nélkül című Európai Uniós magazin 5. részét látják, az ukrajnai Tisza 1 TV, a szlovákiai TV Zemplén és a magyar Zemplén televízió együttműködésében. A közös műsor az Európai Unió támogatásával valósul meg, Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna társfinanszírozásával. A Kárpátok Eurorégió című magazinban a szokásos rovatokkal jelentkezünk most is. Elsőként a hónap témáját láthatják, majd innen-onnan címmel következnek a rövid hírek. Ezután két mini portré jön, majd a természetes című rovatot ajánlom a figyelmükbe. A közös ukrán-magyar magazint a régió legfontosabb rendezvényeinek előzetesével zárjuk. Ukrajnában a múlt év augusztusában fogadták el az új nyelvtörvényt. Az országon belül azonban nem mindenhol egyformán érvényesül ez, nem mindenütt sikeres az alkalmazása. A jogszabály ugyanis gyakorlatilag a helyi önkormányzatokra bízza, mennyit valósítanak meg a nyelvtörvényből. A keleti megyében az orosz nyelv sok helyen regionális státuszt kapott. Ezzel hivatalos nyelvé vált az adott régióban. Kárpátalján azonban a magyar nyelv helyzete, státusza messze nem ilyen egyértelmű. Az új ukrán nyelvtörvény értelmében azokon a településeken, ahol az adott kisebbség aránya meghaladja 10%-ot, ott az regionális szintre emelhető, vagyis az államnyelv az ukrán mellett hivatalos státuszt kaphat. Viszont a parlament a végleges döntést a megyei, járási vagy helyi tanácsok hatáskörébe utalta. Kelet-Ukrajna oroszok lakta megyeiben messze menően éltek a lehetőséggel. Az orosz nyelvet ma már sok nagyvárosban hivatalosan használják. Kárpátalján viszont a joghézagot kihasználva, például Tiszasalamon községben furcsa dolgok történtek. Előbb elfogadták a nyelvtörvény alkalmazását, majd egy részét a polgármester határozatban visszavonta. Megvitatták a nyelvtörvényt, és érdekes mód egy tartózkodással el is fogadták azt. Csodálkoztunk is, hogy ez ilyen gyorsan ment, aztán a meglepetés akkor ért bennünket, amikor több mint egy hónap múlva készhez kaptuk a határozatot erről a tanácsülésről. A határozatban az szerepelt, hogy elfogadták ugyan a nyelvtörvényt, de több kitétellel. Ezek egyike az volt, hogy sem a bélyegzők, sem a pecsétek, lenyomatok és semmi más nem lesz, dokumentáció vezetése nem lesz magyar nyelven, marad az állami nyelven, tehát ukránul. Pedig az ungvári járási tanács, amelyhez közigazgatásilag Tiszasalamon is tartozik, többet kíván alkalmazni a nyelvtörvényből. A tanács döntése értelmében a járás települései a magyar feliratok mellett a hivatalokban kétnyelvű bélyegzőket és űrlapokat is készíthetnek. A testület által elfogadott határozat javasolja a járás állami és önkormányzati vezetőinek, hogy a hivatali állások betöltésénél legyenek tekintettel az ügyfelek magyar nyelven történő kiszolgálására. A dokumentumban szó van az állami és önkormányzati hivatalok, utcák, közterületek kétnyelvű táblákkal való ellátásáról. Új elem az ungvári járási tanács döntésében a magyar lakta települések vasútállomás neveinek magyar nyelven való feltüntetése. A helyzet továbbra is zavaros marad, és ezeket a helyzeteket tisztázni kell, mert ha nem tisztázzuk, akkor olyan feszültségeket vezet, mint Csap városában, ahol ugye a nyelvtörvény körül elszabadulni látszanak az indulatok. Akkor lehetne ezeket az indulatokat megfékezni, és akkor lehetne megnyugatóan rendezni a helyzetet, hogyha az ukrán kormányzat, az ukrán végrehajtó hatalom végrehajtatná a ukrán legfelsőbb tanács által elfogadott nyelvtörvényt, amely nem csak egy nyelvre, hanem valamennyi nyelvre vonatkozik, ott, ahol ennek a nyelvnek a hordozói száma meghaladja 10%-ot. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség vezetői szerint sem alkalmazzák megfelelően a nyelvtörvényt Kárpátalján, noha erre a jogszabály lehetőséget adna az oktatás területén is. A pedagógusok azt mondják, irigylésre méltó az orosz nyelv helyzete az ország keleti felén, ahol széles körben használják. Viszont ez egyben azt is jelenti, hogy nem minden kisebbséget mérnek egyenlő mércével az országban. Ha egy egységes országban elfogadják a törvényt, akkor automatikusan érvénybe lehetett volna az egész közegre. Ezzel szemben itt
körzetenként újra kellett elfogadtatni egy országos szinten elfogadott törvényt, illetve ennek a végrehajtására nem született rendelet. Ezzel akkor szembesültünk, amikor a Pedagógus Szövetség megküldte a saját észrevételeit, elmondták, hogy bár érvényben van a törvény, de azért magyar nyelven ne forduljunk hozzájuk. A felsőoktatási felvételi kapcsán történtek előrelépések, hiszen az évben már nem kellett azért harcolni, hogy magyar nyelvre lefordítsák a diákoknak a különböző tételsorokat, a teszteket a tantárgyakból, viszont a fordítás az egyes tárgyakból, történelemből például nagyon rosszul sikerült. A nyelvtörvény okozta káosz megoldását Kárpátalján, a megyei tanács ezzel kapcsolatos döntésétől várták a vidéken élő kisebbségek. Azonban a megyei közgyűlés december végi ülésén sem született egyértelmű állásfoglalás. A Viktor Janukovics ukrán elnök által még augusztus 8-án aláírt nyelvtörvénnyel kapcsolatban. A határozatból ugyanis nem derül ki az, hogy az ukrán mellett hivatalossá kell tenni valamely kisebbség nyelvét Kárpátalján. Semmiféle utalás a szövegben arra, hogy a magyar nyelv regionális státusú lenne a megye területén, nem történt. Ehelyett valami olyan ködösítő szöveget mondott el, egyébként nem osztották ki a határozat szövegét a tanácselnök, ami arról szól, hogy vannak települések, ahol magyar, ruszin, román nyelv regionálisként előfordul. A nyelvtörvény kapcsán kialakult helyzet rendezését tartja egyik legfontosabb feladatának az UMDS elnöke is. Gajdos István egyetlen magyarként az októberi parlamenti választásokon a kormányzó régiók pártjának színeiben jutott be a törvényhozásba, ahol az Emberjogi Kisebbségi Bizottság titkárának tisztségét tölti be. A jövőre vonatkozó feladatok közül mindenképp megemlíteném a nyelvtörvény mind szélesebb körben való alkalmazását, az ehhez szükséges hatályos törvények, illetve kormányrendeletek módosítását. A nyelvtörvény körüli viták tehát még nem zárultak le Ukrajnában. Borsodabaui Zemplén megye önkormányzatának elnöke dr. Mennyi Roland, valamint a Kassa megyei önkormányzat vezetője dr. Zdenko Trebula aláírták az általuk képviselt megyék támogatásával létrejövő Via Carpatia korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportulás alapításának dokumentumait. A csoportosulás célja a tagjai közötti határon átnyúló multinacionális és regionális együttműködés erősítése, ösztönzése. A Borsodabaui Zemplén megyei önkormányzat és a Kassa megyei önkormányzat vezetői írták alá azt az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló megállapodást, ami mindkét régiónak jelentős gazdasági és társadalmi előnyöket hozhat. A két megyei vezető hangsúlyozta, a cél, hogy mindkét régió saját országában jelentős előnyökre tegyen szert a gazdasági, szociális, idegenforgalmi és infrastruktúrális területeken a közös fejlesztési politikának köszönhetően. A politikusok szerint a közös múlt és a hasonló fejlettségi szint segíteni fogja ezt a munkát. Európai Unió Brüsszel nastavil nové parametre územnej spolupráce. Az Európai Unió új követelményeket támasztott a regionális együttműködések terén. Ehhez kapcsolódva és építve a sok éves együttműködésünkre, a két régió között létrehoztuk ezt a csoportosulást. A Via Carpatia lényege, hogy az itt élőknek fejlődést és jobb körülményeket hozzon. A mai találkozón megállapítottuk, hogy van mire építenünk. Remélem, hogy gyümölcsöző lesz mindenkinek ez a kapcsolat, és nem titkolt célunk az, hogy eltűnjenek a regionális különbségek Pozsony és Kassa, valamint Miskolc és Budapest között. Samotom názve nášho územného zoskupenia. Fontos kérdésnek tekintem az infrastruktúrális beruházások megvalósítását. Ez a munkaerőmozgásra és a beruházói kedvre is hatással van. Ezért fontos számomra, hogy a Kassa-Miskolcot összekötő R4-es autópálya befejeződjön, és része legyen az észak-délirányú európai úthálózatnak. Azt szeretném, ha ez a terv az Európai Uniós megállapodásba is bekerülne. Priestor pre ďalších investorov, pretože bez kvalitnej dopravnej infraštruktúry sa to nedá.
A megyei vezetők egyetértettek abban, hogy a régi együttműködésekre alapozva új feladatokat is meghatároznak a csoportosulásnak. Ezek között a legfontosabb, hogy a régió Miskolc és Kassa vezetésével jelentős előnyre tegyen szert az Európai Unióban. Nos, valóban Via Carpatia neve ennek az Európai Térségi Társulásnak, amelynek a megalapozó keretekre szolgáló alapdokumentumait a mai napon aláírtuk, és nem titok, hogy egy olyan megfontolásból történt mindez, amelyben mindketten egyetértettünk a Kassa megyének elnökével, hogy a Európa gazdasági fellendülését megalapozó fejlődés, kitörés az a következő 20-30 évben Kelet-Közép-Európa lesz. Kelet-Közép-Európai tengelynek pedig a kellős közepén helyezkednek el a megyéink, Borsodabó-Zemplén megye, mint vezetőerő, és Kassa megye, mint a szomszédos országnak, régiónak a megyéje. Ezért ránk különös felelősség, illetve kihívás, vagy ha úgy fogalmazzuk, lehetőség nehezedik vagy hárul, hogy ebben a gazdasági fejlődésben meghatározó szerepet játszunk. Ezért mind a tervezés, a 2014-20-as uniós pénzügyi ciklusra vonatkozó fejlesztési tervezés során együttműködünk, de még fontosabb, hogy megtaláljuk azokat a unió által is támogatott jogi lehetőségeket, jogi formákat, amelyek további külön jogcímen források bevonására ad lehetőséget nekünk, hogy valóban mind a munkahelyek teremtése, mind a munkahelyek megtartása, mind az üzleti, gazdasági környezet építése, az infrastruktúrális környezet kialakítása és építése tekintetében fejleszünk és nagyot lépjünk előre. Nos, a Via Carpatia Európai Térségi Társulás, amelyet ma alapítottunk, egy ilyen jogi forma, és alkalmas arra, hogy további euró 100 milliókat vonjunk be ebbe a régióba, és ezzel segítsük az előbb elmondott célokat, illetve az itt élő embereknek a hétköznapjait. Mi itt Sátoraljóújhelyben, Zemplénben, Felsőegyközben élvezzük ezeket a turisztikai, illetve infrastruktúrális beruházásoknak már is az előnyeit, akár kerékpárút, akár útfejlesztésről beszélünk. Vannak a tervben más hasonlóak? A tervezés zajlik. Tulajdonképpen jó irányba kérdez, azokat az infrastruktúrális beruházásokat fogjuk támogatni, illetve azokat az üzleti környezetet meghatározó fejlesztéseket fogjuk támogatni, amely a már meglévő gazdasági versenyelőnyeinket tovább erősítik vagy segítik, illetve a meghatározó lehetőségeinket, legyen ez szakképzés, ásványi vagyon, vagy bármi, ami a gazdaságot, illetve a munkahelyeket segíti, erősíteni fogja tudni a jövőben. Gazdaságilag, történelmileg, földrajzilag egy gazdasági térség vagyunk. Ezt meg kell tudnunk, ezt ki kell tudnunk használni. És ez a társulás, ez az Európai Térségi Társulás ezt célozza. A Via Carpatia tagjai megállapodtak, hogy olyan beruházásokat és programokat támogatnak majd, amelyek a már meglévő gazdasági előnyöket tovább erősítik. Így fontos lépés a Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út befejezése is. Műsorunkat a rövid hírekkel folytatjuk, válogatva az elmúlt hónap főbb eseményeiből. Először Ukrajnából tudósítunk a legfontosabb történések rövid összefoglalójával. Ezután Zemplén főbb társadalmi-gazdasági hírei következnek rövid tudósítások formájában. Іван Ковбеснюк приїхав з Гуцульського Ясеня на автобусі, а от додому поїде на власній машині. Каже, що вже й не очікував, що колись до нього дійде черга і він отримає омріяний автомобіль. Цьогоріч вручення символічно припало на святкування Різдва. У попередньому 2012 році інвалідам різних категорій видали 38 автомобілів. Крім 7 автомобілів, керівництво області вручило ключі від 11 новеньких квартир. Ветеран Великої Вітчизняної війни Микола Олексійович отримав двокімнатну квартиру в Ужгороді. Іменних квитків поки що не буде. Анонсоване Міністерством інфраструктури нововведення не набуло чинності з нового року. За словами касирів, залізниця готувалася до впровадження продажу квитків за паспортом. Але з Києва не прийшло жодного підтвердження. Тож наразі залізничники видають безіменні білети. «Укрзалізниця» знову запроваджує реалізацію білетів за паспортом, щоб уникнути спекуляцій та корупції. Самі ж пасажири по-різному ставляться до практики іменних квитків. У них є 10 хвилин. Саме за такий проміжок часу міські лікарі швидкої повинні доїхати до людини, котра чекає на допомогу.
На селі часовий норматив становить 20 хвилин. Бригади санітарів намагаються якнайшвидше дістатися пункту призначення. Утім, нерідко чують зауваження від пацієнтів. Доїхати до пацієнта – справа нелегка, особливо взимку. Кожен затор чи неприбрана вулиця хоч і ненадовго, але затримують швидку. Утім, за словами водіїв, незважаючи на труднощі, у середньому машина доїжджає до місця призначення за 10-12 хвилин. Традиційно дзвоном сповіщають про початок святкової літургії. На молебінь за участі владики зібралося за 200 краян. Приїхали навіть гості із Донбасу. Кажуть, свята на Закарпатті відзначають значно духовніше, ніж на сході України. В Свято-Васильівський храм в Віршаві зібралися і гості з сусідніх сіл, і районів. Кажуть, ця церква для них особлива. Масово відбудовувати дерев'яні церкви на Закарпатті почали в останнє десятиліття. Лише за минулий рік у краї їх з'явилося кілька десятків. Дарма, що професія винороб чоловічого роду. Притаманна вона й жінкам, переконує учасниця винного фестивалю Мукачівка Моніка. Вона пройшла фільтри жорсткого конкурсного відбору і тепер залюбки частує містян і гостей червеного вина одноіменним напоєм. Білим сортам вина надали перевагу наші сусіди. Із столиці угорського виноробства Токаю вони привезли токайські вина. Не менш популярний у зимову пору глінтвейн. За мінусової температури, коли мороз приймає до кісток, прогріти їх – ось чого хочуть туристи-дегустатори. Винороб з обласного центру Олександр Ковач варить особливий глінтвейн. Його нещодавно презентував у Львові, а нині привіз і до Мукачева. Праця винороба безцінна і визначити вартість напою не завжди вдається об'єктивно. Як зізнавалися нам одні винороби, спеціально для фестивалю вони знижували ціни на п'янкий продукт. Інші розповіли, що дорога, оренда та інші видатки відобразилися на вартості вина. Однак приїжджим наші ціни видалися цілком прийнятними. Пляшка найдешевшого вина, приміром, коштувала 30 гривень. Ні зсередини, ні ззовні нічого не говорить про великі статки господаря цієї оселі. Закарпатець за походженням, а нині громадянин Америки пан Георг, півстоліття прожив у Сполучених Штатах. Останні ж 10 років мешкає на малій батьківщині у селі Ставному Великоберезнянського району. Про його 82-річний вік засвідчує паспорт, а про заможність та гроші, які вкрали з сейфу, розповідають селяни і працівники пошти. Сам за гроші не переймається, переконаний. Крадене поверне держава – Україна. А як ні, шукатиме справедливості у суді. В українському чи міжнародному обкрадений не уточнив. Igazi karácsonyi hangulat jellemezte Sátorai Újhelysétáló utcáját december 3. hetében. Betlehemes találkozót és adventi vásárt szervezett itt a város önkormányzata. A négy napos eseményre sokan jöttek Szlovákiából is. A magyar betlehemes hagyományok mellett ruszin és szlovák ünnepi szokásokat is megismerhettek az érdeklődők. Ünnepi színek hete címmel a Sátoraljaújhelyi Szlovák Iskola ötnapos rendezvénysorozatot szervezett advent jegyében. A játszóházi és kulturális programokat szlovák népi művészekkel együtt rendezték. A Nagy Mihályból és Borsiból érkezett vendégek a magyar pedagógusokkal közösen mutatták be a gyerekeknek a karácsonyi népi kézműves mesterségeket. Szlovák, ruszin, német nemzetiségi önkormányzatok interetnikus találkozója zajlott Zemplénben, immár 18. alkalommal. A téma Magyarország nemzetiségi politikája volt az oktatás, az érdekvédelem és az együttműködés területén. Az eseményen szó esett a pályázati forrásokról is. 770 millió forint Európai Uniós támogatással megújul Kisvárda főtere. A projekt összköltsége 1 milliárd 117 millió forint, melyhez kormányzati támogatást is nyert a város önkormányzata. A beruházás során konferencia központ is épül, és felújítják a főtér meghatározó épületeit. A Sárospataki Szent Erzsébet Társaság és a Kassai Gótikus Út non-profit szervezet 6 éve működik együtt a vallási turizmus jegyében.
Legutóbbi közös munkájuk során megvalósult a kassai Szent Erzsébet Székesegyház és a sárospataki Szent Erzsébet ház felújítása. A több mint 1 millió euró támogatást fele-fele arányban használta fel a két szervezet a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program keretében. Svájc magyarországi nagykövete Jean-François Parot a svájci alap segítségével megvalósuló zempléni turisztikai projektről tájékozódott Sátoraljá újhelyen és két hegyközi településen. Itt 3 millió svájci frank támogatásával turisztikai attrakciók épülnek, például középkori udvar vízimalommal pálházán, üvegfúvó műhely Vágáshután, postakocsi múzeum Fűzérkomlóson, és bővülnek a Sátoraljá újhelyi zemplén kalandpark attrakciói is. Több mint 200 fő munkanélkülit foglalkoztatott Sárospatak önkormányzata a magyar kormány úgynevezett Start munkaprogramja keretében. Emellett több millió forint értékben eszközöket, munkagépeket is vásároltak, például betonelemgyártó gépsort, faaprítékolót és kéziszerszámokat. Legutóbb három nagyértékű munkagépet, egy kis teherautót, kis traktort és pótkocsit vásároltak a pályázati pénzből. Az idén 300 munkanélküli foglalkoztatásával számolnak. 37 szeméttelepet rekultiválnak Zemplénben Európai Uniós támogatással. A több mint 4 milliárd forint összértékű programban korszerűsítik a hulladékkezelési rendszert. Erről tájékozódtak a zempléni polgármesterek, akiket törvény kötelezett a szeméttelepek bezárására. Magyarország fellebbez az Európai Bíróság döntése ellen a tokaji bor szlovákiai névhasználata ügyében. A gondot a Tokaj-hegyaljai borvidék szlovák területének nagyságrendekkel való növelése és a Tokaj-hegyalján szigorúan szabályozott szőlőtermesztési és borkészítési technológia szlovákiai szabályozatlansága okozza. Magyarország azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy a Szlovákiában készült borok címkéin csak szlovák ragokkal jelenhessen meg a tokaji megnevezés. A végső döntést az Európai Unió illetékes bizottsága hozna majd meg 2014-ben. 91 tartós munkanélküli képzése, majd foglalkoztatása zajlott Észak-Magyarországon a Miskolci Türr István Képző és Kutatóintézet vezetésével. Az Európai Unió és a Magyar Állam 174 millió forint támogatást nyújtott a két éves programhoz, melynek folytatásáról is szó esett a Miskolci zárókonferencián. Felújították az ország egyik legszigorúbb börtönét, a Sátoraljá újhelyi fegyház sokszáz éves épületét. Európai Uniós támogatással új nyillászárók készültek, átépítették az intézet energetikai rendszerét napelemes rásegítőkkel, s megújult a börtön külső homlokzata is. A közel 500 milliós fejlesztéssel évi 20-25 millió forintot takaríthat meg a Sátoraljá újhelyi fegyház. A közel 1000 embert foglalkoztató Sátoraljáújhelyi Preckaszt Öntödei Kft.-ben sokan dolgoznak a szlovák határmenti településekről. A cég a gazdasági válság ellenére kiváló eredménnyel zárta az elmúlt évet, bővítette termelését, a dolgozói létszámot, és bekerült az észak-magyarországi régió legjobb 100 vállalkozása közé. Rekord bevételt ért el a téli szezon kezdetétől az újévi ünnepek végéig a Sátoraljáújhelyi önkormányzati tulajdonú Zemplén Kalandpark. Ez volt az első olyan téli időszak, amikor bebizonyosodott, hogy a hóágyúzott sípályák és a novemberben átadott műjégpálya a nyári attrakciókhoz hasonló bevételt produkált. Az ország különböző részeiből érkező látogatók mellett a legtöbben Szlovákiából jönnek. Különleges módja a zempléni vadgazdálkodásnak a hálós nyúlbefogás. A Sárospataki Kossuth Vadásztársaságnál ez az optimális vadnyúlpopuláció fenntartása mellett fontos bevételi forrás is.
A befogott nyulakat ugyanis Franciaországba, Spanyolországba és Olaszországba adják el, ahol szabadon engedik őket azért, hogy a vadnyulállományt frissítsék. Kedves nézőink, a Kárpátok Eurorégió közös információs magazinunkat két mini portréval folytatjuk. Ukrajnából a 22 éves kárpátaljai magyar-cserkész szövetséget mutatjuk be. A közösséget nemrégiben a Magyarország gyűlési érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki. A magyar parlamentben Kövér László házelnök adta át a magas elismerést a Kárpátaljai Magyar-Cserkész Szövetségnek. A magyar lakta ukrajnai megyében ez a cserkész szövetség számít a legmeghatározóbb összetartó erőnek a magyar fiatalok között. A civil szervezet évente megrendezi a munkácsi magyarok találkozóját, a Vas Albert felolvasó maratont, vagy a kárpátaljai rovásíró versenyt. Mindezek mellett különböző csapatépítő, nemzettudatot ápoló táborokat is szerveznek. Kárpátalján 1944-ben a szovjet hatóságok betiltották a század eleje óta tevékenykedő cserkész mozgalmat. A kommunista rezsim bukása után azonban enyhült a szigor. 1991. decemberében Munkácson már be is jelentették a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség megalakulását. A szovjet rezsim fennállása alatt minden nemzeti érzelmű közösséget szétvert. A rendszerváltozás után a cserkészek az így keletkezett űrt akarták betölteni. Kárpátalja 20 településén mintegy 2000 fiatal lépett be a nagymúltú szövetségbe. A Cserkész Szövetség mostanra a térség egyik meghatározó ifjúságnevelő és magyarság megőrző szervezetévé vált. Egy kisebbségbe szorult magyarság életében iszonyatosan fontos, hogy legyenek élő közösségek. Hogyha vannak élő közösségek, akkor sokkal nagyobb remény van arra, hogy ez a magyarság megmaradt itt Kárpátalján. Meggyőződésem, hogy akkor tudjuk megállítani, vagy lelassítani az elvándorlást, hogyha megismertetjük a gyerekeinket, az itt élő embereket azokkal a kincsekkel, amelyek körülvesznek bennünket, és ezeket a kincseket megszerettetjük. Szóval megszeretni csak azt lehet, amit az ember megismer, és ha ezek a dolgok megvannak, akkor talán egészen másképpen fogja feltenni magában a kérdés, amikor oda kerül majd az életében, hogy most elmenni vagy nem elmenni, hogy azért vannak itt értékek, amiért érdemes maradni. És nagyon fontos megtalálni a választ, meggyőződésem, hogy minden ember életében, minden ember akkor lesz talán boldog, hogyha megtalálja a helyét ebben az életben, ahol helyen van, ahol otthonom van, ahol barátaim van, a feleségem, férjem, gyermekeim, múltam, jövőm, a temetők, az első szerelem, az első csók, a barátok, tehát mindez, ami az életet jelenti. A munkácsi magyarok találkozója, rovásíróverseny, Vas Albert felolvasó maraton, a Betlehemilán Kárpátaljára érkezése, csapatépítő táborok, néhány rendezvény a kárpátaljai cserkészek éves programjából. Cserkésznek lenni lényegében ez egy nagyon tág fogalom. Ez egy olyan mozgalom, ahol ugye a fiatalok figyelmét felhívják arra, hogy nem csak a televízió és a mai modernkori dolgok a fontosak, hanem fontos az, hogy csapatban legyünk, együtt dolgozzunk, a természet védelme és fontossága, valamint az, hogy odafigyelni a másikra. Nagyon hosszan tudnak erről mesélni, hogy én mit kaptam a hosszú évek során. Hát igazából egy légkör, egy baráti kör, egy olyan hely, ahová elmehet az ember kikapcsolódni és felkészülni, úgymond az életre. Úgyhogy nem is tudom, rengeteg része a szívemnek kötődik úgymond a cserkészethez, és ezzel úgymond a hazánkhoz, Beregszászhoz. Hát igazából, ahogy elkezdtük a cserkészetet, volt egy példaképünk, az őrsvezetőnk, és aztán ő bekísért minket a cserkész táborba, ahol pedig rengeteg élménnyel gazdagodtunk, rengeteg történetet hallottunk és tapasztaltunk, rengeteg vihart éltünk át, rengeteg játékot játszottunk, rengeteg éneket tanultunk, és hát igazából megismertük a természetet úgy, ahogy ezt az ember megismerheti. Tehát amikor kimegy az ember a természetbe, és meg tudja tapasztalni azt, hogy nincs mitől félnie, vagy azt, hogy mitől kell félnie, megtanul túlélni, megtanulja szeretni a társaságot, a társait, úgymond igazi barátokat szerez, mert egy hét alatt, amikor kimegy az ember őrsire, mondjuk egy őrsi foglalkozásra, vagy elmegy az ember cserkész táborba, akkor olyan barátokká kovácsolódnak, amik egy életre szólnak. Ez az adomány, az országgyűlés elnökétől a díjhoz.
A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség munkáját az eltelt 22 év alatt számos elismeréssel jutalmazták. Legutóbb a szülőföldön maradásért tett erőfeszítéseikért a parlamentben Kövér László házelnök az Ezüst országgyűlési emlékérmet adományozta a szervezetnek. Maga a cserkész közösség kinyílik a nagyobb társadalom felé is, akár jótékonysági akciókkal, akár valamilyen egyéb olyan kulturális programmal, ami nem csak cserkészek számára is nyitott. Mondjuk Munkácson az igaz, hogy most már Munkács egy klasszikus szórvány, mert a magyarok aránya jóval 10% alatt van Munkácson. Egy magyar iskola van, ahol a gyerekek aránya, magyar gyerekek aránya szintén nem túl rózsás. Ennek ellenére elég sokan folynak bele a cserkész csapat munkájába, és a munkácsi magyarok számára is olyan rendezvényeket próbálunk szervezni, ahol családosan is részt vehetek, például a munkácsi magyarok találkozója, ami több száz ember szokott megmozgatni. Ez is a helyi cserkész csapatnak a kezdeményezésére indult. A magyar cserkészet nemrég ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A következő miniportringban is egy közösséget mutatunk be a szlovák-magyar határ közeléből. Az Omikron együttes a szlovákiai magyarok egyik meghatározó könnyezenei csapata, akik 25 éve koncerteznek a határ mindkét oldalán. Felléptek már Európa több országában, de a legkedvesebb emlékük a pálházi perlit bányászokhoz köti őket. 21 éve minden alkalommal szerepelnek a szeptemberi bányásznapon, ahol tavaly tiszteletbeli perlit bányászokká avatták őket. Huszonöt éves a szlovákiai magyar zenekar az Omikron. A felvidéki Lelesz községben élnek. Főállásuk mellett hobbi zenészként dolgoznak együtt a szlovák-magyar határ mentén. Igazi örömzenészek ők, és a könnyű, populáris műfaj legnépszerűbb csapata határon innen és határon túl. Több mint 25 év együtt van ez a társaság, amúgy a három tagú, bár régen is játszottunk egy másik zenekarban, de így összekerült ez az Omikron zenekar, és azóta jobban, rosszban együtt vagyunk, és szeretünk együtt játszani, megértjük egymást, a zenei felfogásunk is egyforma. Hát így örülünk egymásnak, amikor találkozunk, elbeszélgetünk, és egy kis a munka után jó kikapcsolódás. Nem vagyunk profi zenészek, amatőr zenészek vagyunk, nem ez a megélhetésünk, mint a zenekarnak, hogy a zenéből élnénk meg, de annak ellenére igen jól meg vagyunk, és szeretünk zenélni. 25 év együtt azért az sok mit tartott így együtt össze benneteket? Szerintem a barátság, a sokat csinált, a zenei szeretet, a család, mert a családokkal is összegyűlünk így hétvégéken néha, ha van időnk. Gyerekek, szintén van egy gyerekzenekar is, amit csináltunk nekik, gyerekek is most már felnőttek, szintén zenélnek. Hogy ez a családias, hogy a környezet ezt sokat csinál. Én azt mondom, hogy ez a barátság, család, mert a gyerekeink is már zenélnek, úgyhogy ők is együtt vannak, és ez így összetart minket. És ez egy kikapcsolódás, nem is az a munka, ez kikapcsolódás, szórakozás. Honlapjukon azt olvashatjuk, hogy az Omikron lakodalmas zenekar. Emellett persze az igényesebb zene is ott szerepel repertoárjukban. Ők a szlovák-magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó csapata itt Zemplénben, a határ mindkét oldalán. Nevük összefonódik a két ország egy Zemplén törekvéssel, melynek sok szép példája található itt a magyar-szlovák határ mentén. Megkezdve a 80-as, 70-es évek zenei stílusát, fonográf, omega, minden egyes együttestől a mai, hozzáteszem a mai modern számokat is, szeretjük játszani, amit időnk telik, és el tudjunk próbálni, és le tudjuk játszani. Átlagban az a 15-20 fellépés Magyarországon egy páron
nálunk ott Felvidéken, de inkább itt jobban ismernek minket. Természetesen már 25 éve itt vagyunk. Nagyon szeretünk, még ha kell egy kicsit jazzelni is, meg shadows, meg ilyeneket, úgyhogy, de azt már, amit kérnek, főleg azt játszunk, de amit szeretünk, az megint más. Sokat zenélnek különböző Európai Uniós országok magyar közösségei előtt is, és különböző évfordulókon, ünnepeken is fellépnek. Ezek közül kiemelkedik a párházai bányásznapi szereplésük. Ezen az ünnepi eseményen 1992 óta minden évben ott vannak. A párházai perlitbányászok ezért 2011-ben tiszteletbeli bányásszá avatták őket. Ez már a szívügyünk, ez a bányásznap. Nagyon jó társaság, nagyon, nagyon szép rendezvény, és a környezet is itt Kőkapu. Szívesen járunk vissza. A 20. évfordulóra kaptunk egy szép időt, és régen meglepett a farkas úr vele, és hát elismertek bennünket, mint 20 éve állandó idejönk. A szeptember első hete az a miénk, és tudjuk, hogy a bányásznap van itt Kőkapon. Ők a Kelet-Európa legjobb csapata. Ez a lényeg. És 21 éve mindig megbízhatóan zenélnek. Azt gondolom, hogy 21 évvel ezelőtt a legjobb választás volt. A felvidéki magyar zenekar az Omikron eltökélt a folytatásban. Ők négyen a két ország egy Zemplén gondolat egyik prominens képviselői itt a határ mentén. Sokat tesznek a határon átnyúló szlovák-magyar kapcsolatok erősítéséért, az együttműködésért. Szórakoztatva szolgálják a két ország egy Zemplén nemes törekvést, mely a régió felemelkedésének vezérgondolatává vált az elmúlt év. Kedves nézőink, folytatjuk a Kárpátok Eurorégió magazint. Most a természeti értékeket bemutató rovatunk következik. Elsőként nézzük a kárpátaljai összeállítást, amely a Téli üdülés a Kárpátokban címet viseli. Közép-Európa turista centrumai közül talán a kárpátaljaiak a legkevésbé ismertek a nemzetközi turizmusban, pedig a megyében több tucat jó színvonalú turisztikai centrum működik. Akik pedig a kellemest a hasznossal szeretnék összekötni, ők a Kárpátok hegyei között megbúvó gyógyüdülők közül is válogathatnak. Ezek túlnyomó többsége téli sportok űzésére is alkalmas. Ezek közé tartozik a Munkácstól nem messze fekvő Kékesfüred, ukrán nevén Szinyák. Az itteni riasztó színű és szagú termálvíz jótékony hatására már évszázadokkal ezelőtt rájöttek a helybeliek. A kezeléshez egyebek mellett masszázs és az emésztőrendszer tisztító, a szervezetet méregtelenítő teakeverékek fogyasztása is hozzátartozik. A nem éppen bizalomgerjesztő állagú iszappakolások a legközkedveltebbek. A helyet még vonzóbbá teszi a közeli sípálya, amely kiváló lehetőséget kínál a téli sportok kedvelői számára. Az egyetlen szépséghibája az lehet, ha nincs hó. Ez pedig 600 méteren az utóbbi években gyakran megtörténik, viszont kizárt egy az Uzsoki hágótól nem messze 1000 méter magasan fekvő síkomplexum területén. A Kraszia hegyen létrehozott pályán az egész téli időszakban van megfelelő mennyiségű hó, ezt ugyanis itt nem bízzák a véletlenre. Több sajátossága is van a pályának. Az első a természeti szépsége, hiszen egy három országra, Szlovákiára, Lengyelországra és Ukrajnára kiterjedő természetvédelmi terület része. A mi pályánk a leghosszabb Kárpátalján, 3500 méter hosszúságú. A színkülönbség több mint 600 méter. A felső szakaszon 8 kisebb pálya van. Mindenki találhat magának megfelelőt a tudásához mérten. Természetesen mindenhová modern felvonók viszik fel a síelőket. És ami még egyedülálló a megyében, annyi hóágyút üzemeltetünk, hogy az egész pályát egy időben el tudjuk látni hóval. Ez azt jelenti, hogy nekünk gyakorlatilag mindegy, milyen lefolyású a tél. Ezért nálunk rendezik meg a nyílt ukrán bajnokságot, amelyen részt vettek a lengyelek, magyarok, románok, szlovákok, csehek és a németek is. A Kraszián nem csak a profiké a terep, a kezdőknek is elkülönítettek egy szakaszt.
Misi is itt tette meg az első lépéseket. A fékezés meg a kanyarodás nem sikerült. És ez most már megy? Aha, de az sem annyira. De most már föl fogsz menni oda a hegyre, oda a magasra? Nem hiszem. Ehhez valóban kell még egy kis gyakorlás és tanulás. Ebben segítenek a szakképzett oktatók, akik síiskolát működtetnek a komplexumon belül. Egy-két órán belül meg tudjuk tanítani az embereket alapszinten, és azután visszük fel a hegyre, és ott már nyugodtan síelnek egyedül. Az alapszint az azt jelenti, hogy először is az ember kontrollálja a sebességét, ekeállásban tud lejönni, sőt, kanyarokat is tud csinálni. Tehát a legfontosabb az, hogy alapszinten tudja a sebességét kontrollálni, és lejönni a hegyről úgy, hogy ne essen le. Ha viszont leesik, akkor arra is megtanultjuk, hogy hogy kell felállni, mert ez is nagyon fontos. Egy sípályán nem csak a kezdők, de a haladók számára is ott van a bukás veszélye. Hiszen egy elhibázott kanyar vagy egy-egy jeges szakasz alaposan meg tudja rezegtetni a léceket. A snowboardosok deszkája pedig még könnyebben csúszik meg, de talán az adrenalin szint megugrása teszi még vonzóbbá ezt a sportot. Ez a pálya csodálatos. A síelők számára is kiváló, a snowboardosok számára pedig igazi paradicsom. Én igaz, még messze nem vagyok profi, de nagyon élvezetes volt lejönni. Egészen a hegytetőről indultam. Mivel először vagyok itt, és nincs helyismeretem, ezért azonnal buktam egyet. Igazából nem is számoltam, hányszor ment ki alulom a deszka. De megyek újra. A csúszkálásban megfáradt sportembereket Kárpátalja valamennyi sítelepén meleg étellel várják. A szabad tűzön kondérban főtt húsleves és a nyáson sült sertéshús, ahogy errefelé nevezik a saslik, helyi specialitásnak számít. Az éttermek vagy étkezdék kínálata is nagy részt a kárpátaljai konyha ételeiből áll. Mindent magunk készítünk természetes alapanyagokból. Például a levesek közül kiemelném a gombalevest. A második fogások közül pedig a havasalföldi vagdalt húst falusi főtt burgonyával és erdei szósszal. Magunk sütjük a fánkokat is, amelyeket hússal, tört burgonyával vagy sajttal töltünk. A vendégek nagyon kedvelik a lapcsánkát, ami szintén itteni recept szerint készül, és ennek a tehéntúróból készült változatát. Salátákból rengeteg van, a friss káposztától a mogyorókrémesig. Az árakról csak annyit, hogy egy-egy komplett ebéd 5-6 euróból megoldható. A felvonók napi bérlete átlagosan 10 euró körül mozog. Az európai árakhoz képest ez alacsony, nem véletlenül, hiszen a kárpátaljai sítelepek üzemeltetője a hazai mellett a külföldi vendégeket is ide szeretnék csalogatni. Nem csak a vékony pénztárcájúakat, hanem a tehetőseket is. Ezért az utóbbi években Kárpátalján minden igényt kielégítő éttermek és szállodák épültek a sítelepek környékén. Az Emplén Televízió egy különleges természeti értéket mutat be. E rovatban a Sárospataki tengerszemet. A várostól néhány kilométerre az úgynevezett Megyerhegy tetején található ez a képződmény, amely nemrégiben a legszebb magyarországi természeti érték címet nyerte el. A Sárospataki önkormányzat nagy gondot fordít erre a természeti értékre, ahol 100 évvel ezelőtt még malomkőbánya is működött. A Sárospataki Megyerhegyi tengerszem. A legszebb magyarországi természeti érték címet viseli 2011 óta ez a képződmény. A 15. századtól malomkőbánya működött itt, és 1907-ig zajlott a kőfaragás. A sok száz év termelő munkája során alakult ki ez a 150 méter hosszú, impozáns, meredek falu, szakadékos, teraszos megjelenésű tengerszem. Legnagyobb mélysége és szélessége közelíti a 100 métert. 1968 óta védett természeti érték, 2011-től pedig a legszebb magyarországi természeti érték. Thank you.
Sárospatak a magyar kultúra városaként és Zemplén idegenforgalmi központjaként nagyon büszke erre a címre, fogalmazott Aros János, Sárospatak polgármestere, aki azt is hangsúlyozta, hogy mindent megtesztek e természeti érték megóvásáért. Sárospatak belvárosától ma már tanösvény vezet a valamikori bányához. Így egyre többen látogathatják ezt az ember és természet közreműködésével létrejött csodát, a sárospataki tengerszemet. Kedves nézőink, műsorunk végén a programajánlónk következik Ukrajnából és Zemplénből, melyre szívesen várják Önöket Kárpátalján és Csokajhegy alján. Bővebb információ a képes ajánlóban megjelent e-mail címeken található a rendezvényekről. A vízkeresztől hamvazó szerdáig tartó időszak a farsang ideje. Ilyenkor javában zajlanak a báli mulatságok, népünnepélyek, amelyek alól nem lehet kivétel Kárpátalja sem. Február 1-én gyermekfarsangot tartanak a Beregszászi Főiskolán. Ugyanez az intézmény ad otthont a kárpátaljai magyarság körében talán a legnépszerűbb farsang válnak is, február 8-án 18 órai kezdettel. A rendezvény védnökei és házigazdái Magyarország Beregszászi, illetve Ungvári főkonzulátusa, valamint a főiskolát fenntartó Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány. Február 1-én nyílik a Boksai Szépművészeti Múzeumban Ungváron Juri Herz festőművész életmű kiállítása. A tavaly elhunyt Sevcsenko díjas alkotó munkái 3 hétig lesznek megtekinthetők a múzeum galériájában. Kárpátalján kezdi és Magyarországon folytatja turnéját a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház. Február 5-én és 6-án Beregszászon lép fel a társulat Csehov Kastánka című mesejátékával és Shakespeare Vihar című drámájával. Ez utóbbi darabot viszik színre február 18-án Budapesten a József Attila Színházban, majd pedig a debreceni Csokonai Színházban. Február utolsó hetében látogat Ukrajnába a világszerte ismert magyar együttes, a Budapest Klezmer Band. A tradicionális zsidó zenét játszó és feldolgozó zenekar előbb Ungváron, majd Lembergben lép fel. A koncertek fővédnöke és szervezője Magyarország Ungvári főkonzulátusa. Március 8-án és 9-én rendezik meg Beregszászon a 13. Nemzetközi Borfesztivált. A tájjellegű borok kiállítása és vására mellett a város vendégei megismerkedhetnek a hagyományos borászati eszközökkel, lesz szakkönyvek kiállítása, kárpátaljai sajtok bemutatása, borkorcsolyák és hagyományos ételek kóstolója, tombola, és természetesen felavatják a beregszászi Szent Vencel borrend új borlovagjait és úrhölgyeit. Az utcabálon könnyűzenei és népi együttesek fokozzák majd a jó hangulatot.
Önök a Kárpátok-Eurorégió közös ukrán-magyar magazinjának 5. adását látták. Legközelebb a jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor megismételjük mai műsorunkat. Műsorcserét 2 hét múlva láthatnak Ukrajnából, Szlovákiából és Magyarországról a megszokott időpontokban. Mai műsorunk a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg az Európai Unió támogatásával. Az eddigi összes műsorunkat az ukrajnai Tisza 1 TV, a szlovákiai TV Zemplén és a Zemplén Televízió honlapján megtekinthetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!